Na, mondom akkor sorba. Mondjuk itt az ajtónál elkezdjük. Rögtön az első kép az a fekete harkály. A fekete harkály az egy varjú méretű harkály, Magyarország legnagyobb harkája. Itt az álomvölgyben nem láttam még fekete harkályt, de hogyha az ember a 22-es busszal vagy autóval megy befelé Pestre, akkor ott a laktanya mellett vannak öreg bükkfák, és ott már volt, hogy a buszból láttam fekete harkályt a bükkfán. Szóval ott lakik egy fekete harkály pár. És ez a korhadó fáknak a fák mélyén rágó cincérlárvákat húzgálja ki és eszi meg. Szóval ő rorokat eszik, de a fatörzsből szedi. Itt fönt a fekete kökörcsin látható, annak is ez a pirosas változata, mellette szintén a fekete kökörcsin. Ennek ilyen bókoló, harangszerű virága van. Ugye a leány kökörcsin, ami gyakoribb, annak föláll a virágja. Itt az ajtó melletti oszlopon ez a halvány lila, az a leány kökörcsin. Ritkább a fekete kökörcsin, és ennek meg ilyen lúgós a virágja. A fekete kökörcsin alatt vörösbegy van. Hát a vörösbegyet majd mindenki ismeri, gondolom. Eléggé gyakori. Télen az etetőre is odajön, vagy inkább a földön szedi a táplálékát, de télen is van itt vörösbegy. Mellette a vörös mókus. Nálunk másféle mókus nincs is. Európában sajnos betelepítették az amerikai szürke mókus, és ahol megjelent az amerikai szürke mókus, teljesen kiszorítja, vagy kiírtja a vörös mókust, úgyhogy Angliában már csak Skóciában egy-két kis folton van vörös mókus. Itt lenne a mezei nyúl, mellette a róka, hát nálunk csak egyféle róka van, ugye vörös rókának hívják, de a róka, ez egy fiatal róka, ott egy öreg rókát látni, ahogy éppen ásít, vagy nyújtja a nyelvét, vagy nem tudom, azon a felvételen. A fiatal rókának még olyan gyerekes képe van, vagy olyan kamasz róka ez. De nyilván egy fiatal róka az még kíváncsiban oda megy a fotóshoz, vagy a fotós felé megy, és nem menekülve kapják el. Ott az a ragadozó madár, az egy kis ragadozó, akkora, mint egy galamb, ez a karvaj. Igen, a hím az ilyen vörösbarna keresztbe csíkozott, és ugyanebből a tojó az feketén keresztbe csíkozott. Szóval meg lehet különböztetni színéről a hímet meg a tojót, de az karvaj és kismadarakra vadászik, főleg verebekre. Lent az a nagyon színes, az a tengelic, vagy stiglicnek is hívják. Hát a Stiglitz inkább a német neve. Itt pedig az a szintén vörösbegyű, de nem úgy vörös, mint a vörösbegy, mert a vörösbegynek még a homloka is vörös, ennek csak a hasa két oldalt, ez sötétebb piros, ez a kenderike. Ott fönt az a nagy tornászmadár, a csuszka, amelyik a fatörzsön keresgéli a táplálékát, és mindenféle ilyen mutatványokat végez. Mellette a seregély, a seregélynek is a tavaszi nászruhás tollruházata. Ősszel, télen nem is látszik nálunk, de ősszel nagy csapatokban gyülekezik össze, és a szőlőben nagy kárt tud tenni. De nyáron csak úgy, vagy kora nyáron tavasszal elszúrva itt-ott egy-egy kertben, oduban fészkel. A mi kertünkben is fészkel egy pár seregély különben. A seregély mellett a kis tarka harkály van, hát ez egy széncinke vagy veréb méretű harkály, ez a legkisebb harkály, ami Magyarországon előfordul, ugye a fekete harkály a legnagyobb, és ez meg a legkisebb. A kis tarka harkály az nem is a vastag fatörzsön táplálkozik, hanem az ágaknak a legvégén, tehát olyan helyen kajál, ahol a többiek nem, úgyhogy olyan részét használja ki a fának. Alatta itt ez a nagyon színes egy gyurgyalag, éppen egy szép nappali lepkét fogott, lehet, hogy védett lepkét is, mert ilyenkor előfordul, hogy a egyik védett állat eszi a másik védett állatot, de hát ez a természet rendje, úgyhogy ő nem kap ezért büntetést.
Ez a farkasalma lepke, a Szigeti Balázs fotója, sajnos nagyon ritka most már. A farkasalma, mint gyomnövény is eléggé ritka. Itt Budakeszi körül az Álomvölgyben van farkasalma, meg a Medgyesnek a, hát innen nézve felső bal, tehát ilyen északnyugati sarkánál van egy folt farkasalma. Ez annyira válogatós, hogy a hernyója csak a farkasalmát eszi, pedig az egy mérgező növény. Úgyhogy ha nem talál farkasalmát, akkor akármi másra rárakja a petét, az a hernyó az kiköpi és inkább meghal, mint hogy. Szóval ez nagyon, nagyon válogatós. Ez a tövis szurógébics, abból is a hím az színesebb. Régen nagyon gyakori volt, minden ötödik galagonyabokorban fészkelt a gébics. Most már annyira ritka lett, hogy hát ritkán találkozni vele. Szóval ezek a hosszú távú vonuló madarak, amelyek áthulnulnak Észak-Afrikán, meg nem tudom, és a Egyiptomban 80 kilométeres hálót húznak ki a vonuló madaraknak. Itt őrizzük őket, vagy próbáljuk megőrizni, amennyire bírjuk, és ott meg ők, amennyit bírnak, megfognak belőle. Mert hát ugye iszlám államok sertéshúst nem esznek. A lakosságuk nem tudom, 50 év alatt 10-szeresére nőtt. Egyszerűen nincs mit enni, és akkor megeszik a mi madarainkat. Úgyhogy ez a cigánycsuk, ez a kicsi fekete fejű, fehér nyakörves madár. Általában valami kórónak a tetején szokott ülni. Nem is száll föl magasra a fa tetejére, csak valami kóró tetején, és onnan vadászik a rovarokra így a magas fűben. Itt egy őszbakot látunk, vékony agancsal, ez egy fiatal őszbak. Az van itt Budakeszi körül is őz. Lent az a nagyon vastag kupos csőrű a megyvágó. Itt egy kaptárköves sziklát látunk. Ez nem az Álomvölgyben van, hanem valószínűleg ott a szomszéd Kecskehegy, vagy nem tudom melyiken. Ez a Gábor Emesének a fényképe. Alatta a leánykökörcsin, ezt már mondtam, de ez ott az Álomvölgyben készült, ott van mögötte a sziklafal, a Dolomit sziklafal. A fiam készítette. Lent két gyurgyalag egy ágon lesi, hogy mi repül az égen, mert ugye ezek a szitakötőtől a lepkékig mindenfélét megfognak. A méhészek nem szeretik, de nem a méhék a fő tápláléka, csak mondjuk nagyon borús időben, amikor a többi rovar nem repül, akkor képesek méheket összefogdosni, és ezért nem szeretik a méhészek. És ugyan védett madár, meg szép madár, de képesek megkeresni a fészkeit, és betömködni a lukakat, meg nagyon csúnya dolgokat csinálnak a méhészek azért, hogy ráfogják a gyurgyalagra a méh pusztulást. Valójában a vegyszerek ölik meg a méheket tömegesen, de a gyurgyalag az csak egyet fog meg, és azt is csak rossz időben. Errefelé, ha tovább megyünk, itt egy, aztán Mary Maddock, egy angol fotósnak a felvétele, ezt én is fogom vetíteni, mert ezt átvettem a Balástól. Ez egy erdei egér ott fönn. Itt két veszekedő megyvágó van, két gyurgyalag, ott a tavaszi hírics. A tavaszi hírics az, hát nem mondom, hogy nagyon gyakori növény, de azért sokkal gyakoribb, mint a leánykökörcsin vagy a fekete kökörcsin. Az Álomvölgyben több helyen is van tavaszi hírics. Itt ez megint a fekete kökörcsinnek ez a pirosló változata. Lent a vadgerle van, egyik kedvenc madaram. A vad nem is túl szapora, összesen kettő tojást tojik, a galambfélék azok kettőnél többet nem szoktak tojni, két fiókát nevel, de hát a vadgerle az kettőt nevel egy évben. A házi galamb benne a városban, az a parlagi galamb, az meg szintén kettő tojást tojik, de mondjuk képes 10-szer költeni egy évben, mert az még télen is költ, meg nem tudom, ez meg egyszer költ és elvonul bele a afrikai hálóba. Ez itt egy tövisszúrú gébicsnek a tojója. A hím az ott van az ajtó melletti első szürke fejtetejű, ilyen fekete szemsávú
vörös-barna hátú madár, az a tövis szurugilbics hív, ez meg a tojó, az egyszínű, ilyen szürkés-barna, jó terepszíne van. Költéskor ne találják meg annyira. Itt pedig egy kakukkot látunk, ugye a kakuk is majdnem eltűnt már. Nem tudom, hogy ki hallott kakukkot tavaly, itt Budakeszin azért szólt a kakuk egyszer-kétszer, de nagyon-nagyon kevés lett belőle. Hát azt ismeri mindenki, hogy milyen fészekparazita, ugye más madarak fészkébe tolja a tojását, és más madár neveli föl a fiókáját. Itt fekete kökörcsin megint, látjuk, hogy ez a bókoló, meg majdnem fekete is, vagy egész ilyen sötét lila. Az a harkály, az a középtarka harkály, ez egy eléggé ritka harkály, de a tölgyesekben előfordul. A Pilisben, Budai hegyekben is. Biztos előfordul itt az államvölgyben is. Itt pedig az ürgét látjuk. Hát az ürge az, ugye most már nagyon kongatják a vészharangot az ürge fölött. A rákosi időkben még az ürgéért, vagy a levágott farkáért még fizettek, mert az ilyen mezőgazdasági kártevőnek volt kikiáltva. Aztán egyre kevesebb lett, aztán a Kádár időkben még minden falunak volt, vagy majdnem minden falunak volt egy-egy magyar tarka gulyája, TS gulyája, tehát volt legelő, és volt állatállomány. Ahol a gulya legelt, ott a legelőn rövid fű volt, ő szereti, hogyha rövid a fű, mert abból kilát a ragadozó madarakra, hogyha magas a fű, akkor nem látja, hogy fölülről elkapják, és nem tud idejében bemenekülni a lukba. Szóval akkor még elég sok ürge volt, és minden második, harmadik falu környékén a legelőn volt ürge, és aztán egyre fogyott, az állattartás szinte megszűnt. Most már a marhát úgy tartják, hogy sokszor ki se engedik a szabad levegőre, úgy, mint a disznót is, vagy a csirkét, ilyen gyárakban tartják őket. Ugye akkor nincsen legelő, nincsen legelt fű, alacsony fű, nincsen marhatrágya a legelőn, amin mindenféle ganajtúró bogarak meg egyebek laknak, mert ő azért bogarat is eszik. Úgyhogy ezzel eltűnt az élettere, és még egy olyan 10-15 évvel ezelőtt a Pátyi legelőn is volt ürge például, de a Pátyi legelőn is megszűnt. Egyszer megszűnt, és hogyha egyszer kipusztul, akkor valószínűleg már olyan távol van a következő populáció, hogy nem fog visszamenni oda sehonnan. A Hármashatárhegyi repülőtéren van ürge, és itt a Farkashegyi füves repülőtéren. És a Farkashegyi repülőtérnek az ürgeállománya, főleg a keleti vége felé van az ürge populáció, de azok úgy kiterjednek, az államvölgyig kiterjednek. Úgyhogy én láttam ürgét saját szememmel az államvölgynek északra néző déli oldalán. Ott volt például ürgeluk. Úgyhogy az államvölgyben előfordul, lehet, hogy nem minden évben, de odáig elmegy ez a farkashegyi populáció, de most már annyira kongatják a vízharangot az ürge fölött, hogy 2026-30 körül ki fog pusztulni Magyarországról. Annyira csökken az állomány mindenféle védelem ellenére. Tehát most már nem. Az ürgét azt most már ugye nem mezőgazdasági kártevőként tartják számon, hanem védett állat lett, akkor 2001-től kezdve nem tudom hány, talán 50 ezer forintos természetvédelmi értéket állapítottak meg, és büntetést, hogyha valaki ürgét önt például és megeszi, de volt ilyen többször is, hogy ürgeöntőket fogtak, valaki természetvédelmi őr hívja a rendőrséget, és együtt mennek ki, és akkor abba hagyatják az ürgefogást. De most már 250 ezer forint a természetvédelmi értéke, tehát hogyha egy ürgét agyoncsap valaki, vagy kiönt, vagy megeszik, vagy nem tudom, akkor már az már 4,5 millió forintot kell fizetni büntetést érte. És ezzel együtt, hogy védik, meg áttelepítik füves repülőtérről, ahol gondot okoz, mert mit tudom, repülőnek a kereke beleesik az ürgelukba, és ezért onnan a kifutópályáról át szokták telepíteni őket, akkor jön a Nemzeti Park,
akkor összefogdossák, amin tudnak, és áttelepítik olyan helyre, ahol volt ürge, és már nincsen ürge, de ezekkel együtt is nagyon fogy a hazai állománya. Különben mókusnak a közeli rokona, csak nincs olyan nagy lompos farka, meg pamacsos füle. Látjuk, a füle is olyan, hogy kis áll a bundájából szinte, hogy ne akadjon bele semmibe, ugye, mert ő a lukban mászkál lenne a föld alatt, és csak táplálkozni jön ki. Téli álmot alszik, most a repülőtéren nem lehet ürgét látni, mert ilyenkor lenne alszanak másfél-két méter mélyen, és föl se kelnek egészen március közepéig körülbelül, és hogy szeptemberben mennek el téli álomra. Ott két leány kökörcsin van, kicsit sötétes árnyalatú a kép, szóval a leány kökörcsin igazi színe az, ami ott az ajtó mellett jobb oldalt a középső kép, tehát ilyen világos, lilás kékes. De ez egy ilyen ködös, nagyon hangulatos kép, különben nagyon szép kép. A rókakomáról már beszéltünk, a karvaj itatónál és a fenyőrigó is körbe is értünk.